1000 forint alatt levő dolgokat vehetek egész nap. Na de mit is jelent ez? Olyan videóm volt már, hogy összesen 10.000 forintot költettem el egy nap alatt. Most pedig szintén egy ilyen hétvégi kiruccanást fogok imitálni. Tehát, hogy az emberek szokták csinálni, elmegyek plázába, ruhát, kaját, meg mindenfélét veszek. Szerintem beázott a fenekem. Semmi, amit megveszek, nem haladhatja meg egyesével az 1000 forintot. Szóval szerintem kezdjük is a napot. Nagyon kíváncsi voltam, hogy mit tudok egyáltalán ennyiért megvenni, bár az időjárás nem állt az oldalamon. Elvisz a szél! A fontos kérdés viszont az, hogy 1000 forintból vajon milyen reggelit tudunk csinálni? De ebédet meg minden mást is ez alatt kell vásároljak. Bizonyára azt is észrevettétek, hogy ez nem az én autóm, és ennek is egy nagyon speciális oka van. 4,6 litert fogyaszt, így egyrészt takarékosabb, másrészt nem én kellett tankoljak, mert ez a szüleim kocsija. Persze, Csongi, nyilván, még véletlenül sem azért, mert a te autód egy s*** két hete szervizben van. Az se volt mindegy, melyik boltba megyek, mert elég nagy az árkülönbség. Na most a helyzet az, hogy az addig tök király, itt van a Lidl, és régen amúgy itt tök olcsó volt minden, de manapság már nem tudom. Egyszerűen olyan árak voltak, hogy úgy döntöttem, hogy inkább keresek egy másik boltot, csak történt valami. Nem hiszitek el, de nem tudok kimenni úgy, hogy nem veszek semmit, figyeljétek! A bejárati ajtó nem érzékelt, ergo nem lehet kimenni, az összes kassza műres le van zárva, tehát nem lehet kimenni. Konkrétan nem veszel semmit, ott marad. Szabad vagyok! Én ezt nem hiszem el, skacok. Meg kellett várja, míg valaki szembe jön velem, hogy ki tudjak menni. Hát mi ez, börtön vagy bolt? Szóval közben eszembe jutott az is, hogy Erdélyben vagyok. Ja, csak így eszembe jutott, tudjátok. 1000 forint, az most megnézik gyorsan mennyi. De 12,99 bani minden, amit vehetek. Maximum. Reménykedtem, találok olcsóbb boltot. Jól van, mána. Igazából árban nem volt olyan nagy a különbség, mint gondoltam, de azért sikerült a keretbe beleférnem, és vásárolom reggelire valamit. Az Opel, ami sose Opel. Gondolom, ha akartok még ilyen poénokat, akkor iratkozzatok fel, megdobjatok egy lájkot, mert nagyon meghálálom. A poénjaim azok. A kérdés, amit gondolom, eddig feltettetek. Mit is tudtam venni 1000 forintból? Amúgy meglepően sok minden. 2 darab pizzás péksütemény, egy meggyes kiflit vagy croissant, vizet, hogy azért ne szomjazzak, és a kedvencem, amit azt hiszem csak eddig Erdélyben láttam, egy ilyen csoki, ami konkrétan az egész gyerekkorom, mert ilyeneken nőttem fel, és az a neve, hogy papi. És összesen 850 forintot fizettem, tehát 150-nel kevesebbet, mint amennyi a keret volt. Milyen élmény ilyen időben kint reggelizni? De amúgy az árahoz képest nagyon finom. Ezt érzeltem a pésütiket. El! Lefejeztem. Mintha ismét ilyen 8-9 éves lennék. Habár mondjuk, amilyen dolgokat csinálok, csak most jön az igazi kihívás, mert 1000 forintból nem tudom, hogy egyáltalán tudok-e bármilyen ruhát venni. De még amiért ez kiderül, van egy pici dolgom, egy pillanat. El is indultam egy olyan helyre, ahol a lehető legtöbb opciót találhatom, mert hogy ez tényleg nem lesz egy könnyű feladat. Én nagyon kíváncsi leszek, mert az a helyzet, hogy 1000 forintért nemhogy ruhákat nem kapok, de szerintem még egy pólót sem. A Zara meg hasonlók esélytelenek, hisz szerintem egy pár nélküli zoknit nem kapnék, én meg darabonként ekkora összegből szeretnék felöltözni. Bármi, amit találtam, egy pár száz forinttal mindig drágább volt, mint a keretem. És lassan ott voltam, hogy már teljesen körbejártam. Semmi sincs 1000 forint alatt, szóval nem tudom, mit fogok csinálni, mert így is, hogy is kell ruhát vegyek. Ezért kimentem. Szóval van ott egy Pepco, még arra gondoltam, azt megnézem, mert talán az olcsó. Ha visszaemlékeztek, akkor a 10.000 forintos videómban is a Pepco-ba találtam nadrágot. Talán nézzünk egy pólót gyerekeknek. Na itt azért sokkal barátságosabbak voltak az árak, zoknitól elkezdve pólót, meg mindent is kaptam. Viszont az, hogy fogok ebbe kinézni, azon szerintem be fogtok sírni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most nem is öltözök át, mert amúgy is elfújna a szél. De inkább majd hazamegyek és ott átöltözök, úgyhogy legalább látni fogjátok majd Messi reakcióját is, illetve hát kíváncsi lennék a tiétekre is, de hát nem látlak így kijelző keresztül. Na de mennyit fizettem? Szóval a póló az kifogott rajtam, mert konkrétan nem 1000 forint volt, hanem 1001. Viszont van zoknim is 780 forintért, napszemüvegem 780 forintért, és most jön a legviccesebb. Szóval ez a nadrág 1350 forint volt, de hát full jogosan mondhatnátok, hogy Csongi csaltál, szóval innentől nincs értelme a videónak. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a következő vásárlásomból azt a 350 forint pluszt azt leveszem, tehát csak 650 forinton marad, na de az a kérdés, hogy mire is? Kéne ebédelni. Hogy ne ennyi legyen a keretem a kajához, arra gondoltam, előtte veszek még valamit. Na lássuk, hogy mit talál. Valószínűleg semmit. Úgyhogy nem tudom, miért jöttem ide, de meglátjuk.
Igen, Csongi, remek ötlet egy elektronikai cikküzletbe keresni valamit 1000 forint alatt. De nagy meglepetésemre volt, amit vegyek. Hát csak azok én teljesen kiégtem. Vettem egy ilyen, azt sem tudom mi ez. Amikor a tévébe be kell rakni a kábelt, akkor a végén van egy ilyen csatlakozó is. Ez szerintem az. Ha valakinek kell ilyen cucc, így van, és odaadom. De komolyan. Úgyhogy ami jó hír viszont, hogy most mehetünk ebédelni mindössze 1000 forintból. Nyilván itt vehetnék valamit, amit otthon megfőzök, de hát szeretek szenvedni. Kettő darab sajtburger jött ki ebből, több mint 900 forint, de ami még szomorú... Konkrétan, ha szerettem volna még plusz egy ketchupot vagy bármi mást, akkor bőven 1000 fölött lettem volna, úgyhogy maradok ezzel. Viszont nagyon-nagyon tele volt, úgyhogy nem tudok ott enni. Arra gondoltam, hogy akkor valahova kimenjünk és megesszük. Meg hát amúgy is kikapcsolódásként kéne valamit csinálni, ami nem drága, de hát tudjátok, hogy mi nem drága. A természet, az mindig szép és ingyen van. Jó, hát nem ingyen, mert az üzemanyagot az ki fogja tankolni. Mondjuk aztán nagyon okos vagyok, mert amire odaérek, valószínűleg ki fog hűlni az egész. Első hógolyom márciusba. Sőt, lassan áprilisben. Semmi sem megy egyszerűen, mivel... Hát ugye én oda akartam menni autóval, de ahogy látjátok, hó van. Annyira nincs itt senki, hogy egy kicsit para. Medvék, meg mindenféle állatok miatt annyira nem vagyok bátor, úgyhogy... Inkább úgy döntöttem, hogy nem sétálok, nem leszek merész, és milyen jól tettem. Kint hagytam a kamerát a földön, hogy felvegyem, hogy elmenjek, csak hát társaságom lett. Örülök, hogy nem szálltam ki, és nem mentem, mert ott van egy kutya, ott van kettő, és valahol van még egy. Fel kéne vegyem valahogy a kamerámat. Az a baj, hogy nem merek kiszállni, mert hárman vannak, és a kutyákról azt kell tudni, hogy egyedül nem olyan bátrak, de amikor már ketten hárman vannak, főleg, hogy az... Húha! Hogy tudnám felvenni a kamerát úgy, hogy ne szálljak ki? Most ezen gondolkozok. Lehet én voltam túl elővigyázatos, mert tényleg nem úgy tűnnek, mint akik bántani akarnak, inkább csak éhesek, de valahogy én inkább ilyenkor szeretem átgondolni, hogy mit is csináljak. Lehúztam az ablakot, kidobtam a hamburgerből a hús, de csak az egyiknek jutott, hogy megint kidobtam kettőt, aztán rájöttem, hogy egy fogyatékos vagyok, mert túl messze van a kamera, és egyből vissza is jöttek az autóhoz. Jó, megvan. Ennyi volt. Hú. Legalább megmaradt a hamburger pogácsám. Hát... Ez egy nagyon megérős nap, viszont legalább... Nézzük a jó oldalát, nagyon szép a kilátás. Igaz, hogy a kilátással nem laksz jól, hát tudtam, hogy ez még jól fog jönni. Maradt egy fél húspogácsom, de legalább a kutyák már nem olyan éhesek. A tanúság az, hogy bármikor, bárhol mentek természetbe, elővigyázatosak legyetek, és nem árt, hogyha nem egyedül vagytok. Úgy tűnik, szeretek szélben enni. Az ebédom inkább már lassan vacsora letudva, úgyhogy indultam haza, és egyébként izgultam is, mert kíváncsi voltam, hogy Messi mit fog szólni, illetve, hogy hát ti is. A ruhámhoz. Ja, és vettem 7.50-ért egy instant pizzát. Lusta vagyok, tudom. Betesszük addig a fagyóba. Mert hogy most jön a divat show Csongival. Nem tudom, mire számítsak. És te is így iszállni fogod, mikor kijössz? Nem. Hát belőled se lesz modál, ha ilyen gyorsasággal öltözöl. Na, tetszem? Úgy esküszöm, nem rossz. Csak a színek nem igazán találnak. Szóval tippeld meg, hogy ez így mennyivel került? Zoknira mondanék egy ilyen 2000-re. A pólódra 2500, a szemüvegedre megint egy 2000. Na, drágoddal nagy bajban vagyok. Azt nem tudom hova tenni. 2500. Erre mondom, hogy a legtöbb esetben nem tudod megmondani valakiről, hogy mennyire drága cuccokat visel. Tehát 5000 forint sem volt ez a szett. Ha nem lennék lusta magamnak főzni, nyilván sokkal jobb kajákat is ettem volna szerintem. Ja, és igen, ez egy Hawaii pizza, mert valamilyen megmagyarázhatatlan okból ez volt a legolcsóbb. Most azt nem tudom, hogy azért, mert kevesen szeretik a Hawaii-t, és amiatt nem lehet drága. Szerintem amúgy jó, főleg ennyiért, és amúgy meglepő az, hogy mennyi minden van rajta. Mármint, hogy elég sok sonka, meg ananász van ahhoz képest, hogy ez egy ilyen instant pizza. Én azt mondom, hogy ezzel meg vagyok elégedve. Vajon ha 5 forintosokból fizetem ki az ezret, akkor is ide adják? Ha tetszett, iratkozz fel, dob egy lájkot, köszi!